Indult a felvétel, elindult. Nem csak indul, elindult. Akkor kiveszem, hogy mit ez innen. Na szóval, hogy bejelentkezés gyorsan, és ez hát általában semmiről szoktam beszélni. Ugye nem az semmiről, hanem az, hogy nincs témája. Tehát nem az, hogy semmiről beszélek. Nincs általában témája a felvételének. A oda tervezem, hogy a kell neki egy keret azért, amit ugye talán addig is volt keretje azért oda menjél, de nem annyira, hogy mondjam, merev keret, vagy ilyen szigorú szabályok, meg ilyenek, vagy szabályok, egy szabály. Nehéz beszélni, úgyhogy amikor az ember azt a közönségnek, vagy egy embereknek, vagy tök minden, hogy nevezzük, és akkor azt úgy meg kell neki felelni is magamnak is, és akkor az most, hogyha túlságosan keretbe zárom, hogy megfeleljen a közönségnek, vagy arra koncentráljam a közönségnek, akkor nem adom önmagam. Akkor túl nem önmagam leszek, akkor az a baj. Nincs, vagy hát nem lesz benne elég élet, elég gazdaság, vagy egy rugalmasság, vagy stb. Szabadság. Tehát igazi élet, ezt nevezem így is. Ha meg túlságosan elengedem magam, akkor meg nem tetszik a közönségnek, akkor meg szétfolyik az embernek a nem a személyisége, nem a viselkedése, vagy akkor az se jó, ugye. Most akkor legyen pont a téma az, mert is előre úgyse terveztem, hogy ez a téma. Amis, most csak fel akartam menni egy videót, felvételt csinálni. De ez lett belőle most, mit tudom, hogy jött egy spontán, akkor mégis veszem fel, mert egy ilyen felvétel lesz, de az lesz, de ez már egy ilyen nem előadás, hogy mondjam, már egy bejelentkezés szerű valami. Azt akartam mondani, tehát, hogy most ez mégis hát egy témája ennek, pont ez, amiről beszélek, ez egy téma lett, és egy tárgy lett ez. Erről beszéltem most én. Beszéltem mindig az ember, mert allergiások az emberek, az egóra mindig elmondtam a sokat. Én. Mert ki mondja, hanem én, ugye? Tehát ugye értem, hogy mindig az emberek allergiások, hogy azt mondtam, hogy én csinálok dolgokat. Hát ki csinálná, hogyha én csinálom, más csinálja, akkor azt csinálja. Nem lehet elmondani, hogy ilyen annyira nem igazak az emberek sokan, hogy ezért hazugok, vagy hogy mondjam, ilyen leplezik azt, hogy ilyen alap dolgokat ki vannak tekerve az embereknek a szelleme, lelke, a személyisége, az elméje, vagy hogy mondjam, a és akkor azt mondják, hogy más, hogy ez nem betegség, de ez is egy rendellenesség, hogy annyira bujkálnak az emberek arról, hogy mit tudom, el van titkolva az, hogy valaki akar valamit, azt akkor ilyen hülyeség van a világon, hogy akar valaki valamit, mondjuk a barátnő szerzés, hogy mondjam már udvarlás, csalózás, ilyen hülye szövegek, így nevezik őket, és akkor na, akkor az valaki direkt becsinálja, akkor az a nem jó, valaki direkt becsinálja, akkor nem tagadja, akkor az jó, de amúgy meg valaki meg úgy csinál, hogy szándékosan, de tagadja, akkor az a jó, hogy tagadja, mert nem kell mondani ezt, akkor mert mindegy, tehát értek, hogy aki érti, akkor te úgy értitek. Én hülyeség ki van tekerve, azt, hogy mit számít azt, hogy ki mit akar, hogy ha aki azt akarja, az jó, akkor az ne legyen titkolva. De ez a baj, hogy el van titkolva, és akkor jó, hát akkor eltitkoljuk, akkor az jó, de ami az a rossz szándék, akkor el van titkolva, az jó, de amúgy meg rossz lenne, de eltitkolva jó. Nem tudom, ki érti, biztos van, ki érti, mit akarok ezzel mondani, hogy ilyetetlen, egy rossz szándék, egy perverzió, hogy el van takarva, az jó. Tehát egy jó szándék, ki van mondva, nyíltan az meg nem jó, ami csak tiszta szándék. Azért nem az, hogy érdekes, hanem egy gusztustalan világ, tehát egy marha világ, egy idiótaság. Ide ennek már változni, meg változni is fog, az biztos most már, mert ez nem lehet bírni, nem az, hogy bírni, hanem ez változni fog. Tehát nem csak fog, hanem már el is kezdődött, úgyhogy ne aggódjatok, hogy sokszor minden már elkezdődött az, amikor még már, nem mint ha valakinek mit tudom, baja van, akkor már a mentő már lehet, ha elindult akkor, amikor nem se gondolná, hogy már nem indult el, de már indult úton van, tehát ez ilyen. Ennek nem lesz ez tovább az így, ez a mocskos világ, ez el fog múlni. Vagy hát, más javulni fog, vagy változni minden, meg nem is egy fog, hanem már elkezdődött, csak sokan még benne vannak ebben a hatóságban. Volt is ilyen régen is, hogy ilyen, volt jobb dolgok is voltak régen is, amikor, mit tudom, ilyen régen akár másik korokban, és akkor bizonyos hiába korok voltak, vagy régi korok, és mégis voltak olyan dolgok akkor is, ott is, meg nem tudom, hogy is, hanem akkor is volt olyan, ami már most is, hogy már itt is, hogy mondjam, tehát már előre volt haladva ott is bizonyos helyeken, ilyen modern kor, vagy modern felfogás, mint ami most van, és most is van olyan, ami még mindig le van maradva akkori korba, tehát, hogy olyan lemaradás van valahol. Ilyen ez a érdekes a világ, hogy ennyire tele a lyukakkal. Na elég ennyi, mert nem kell túlzárni, hogy mondjuk ennyi, mert hogy ki van fejezve kézzel, ennyi elég egy kis minimális üzenet, vagy felvétel, vagy alkotás, vagy bármi. Most megpróbáltam komoly lenni még, de most már nekem is ez beért, ez, hogy legyek komoly is, már komolyabban tudok. Én eddig is tudtam volna komolyabb lenni, de most elhatároztam már, hogy akkor legyen így, hogy összeszedve. Mondtam is azt, hogy csiszolódni kell, de hát ez meg el is kell dönteni.
Most elhatároztam, most ez ilyen lett. Ennyi. Ennyi a felvétel, ennyi a bejelentkezés, stb. Stb. Ezeknek a szinonimái. Szóval most vasárnap van azért is annyira nyugalom főképpen, és vigasság van gyarmat, vigasság, és azért is van most nyugalom is, és jobban és lehet érezni ezt a jó nyugodt légkört az ilyenkor vasárnap is. Tehát a vigasságnak a vasárnapja, vagy vasárnap a vigasságon, vigasságban itt. Hát esetleg jól lenne megmaradna ez, valami részben akár rész ennek a eszenciája, a békessége, hogy az Isten megmaradjon. Továbbra is így nem olyan el ez. Hogy az Isten. Amen.